A legutóbbi amatőr Európa-bajnokságon Horvátország a második helyen végzett, így a vendégek számítottak a mérkőzés esélyesének. A zágrábi régióból érkezett együttes ország a harmadik vonalában szerepel, míg Gerlicki Máté csapata a negyedik osztálynak számító Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságban játszó játékosokra épül. Az első negyed órában kiegyenlített volt a játék, majd két perc alatt két gólt lőttek a horvátok, akik a félidő vége előtt három gólosra növelték előnyüket. Szünet után már nem volt jelentős különbség a két csapat között, míg azonban a hazaiak kihagyták helyzeteiket, a vendégek még egy gólt lőttek fölényesítéve győzelmüket. A magyar csapat az úgy érkezett ide erre a mérkőzésre, hogy tele volt a nadrág. Ezt sajnos nem tudtuk megoldani, így akkor ezek szerint a mérkőzés előtt. Olyan gólok voltak az első kettő, amit én nem sokszor látok saját csapatomtól, hogy ilyen gólokat kap. Úgyhogy ezzel nagyjából el is dőlt a mérkőzés, utána jött a harmadik gól. Fél időben cseréltünk hármat, a második fél idő teljesen más volt. Ott azért már voltak abból jelenetek, amiket elgondoltunk, és szerettünk volna megvalósítani a mérkőzés elején. Úgyhogy második fél idő az rendben volt, az első az katasztrofális volt, úgyhogy így ez egyértelmű vereség volt, de azért azt tegyük hozzá, hogy egy nálunk jóval erősebb csapattól szenvedtünk ma vereséget. A vendégek edzője az eredmény tükrében érthetően elégedett volt csapata teljesítményével. Nem volt különösebb várakozásom, mert nem tudtam semmit az ellenfél csapatáról. Az viszont biztos, hogy jó teljesítményt nyújtottunk, ezért nagyon elégedett vagyok a mérkőzéssel. Satisfied and happy because of the game. A magyarok edzője Gerlicki Máté elmondta, hogy a hátralévő két meccsen mindenképpen győztesen szeretnék elhagyni a pályát. Ma már megyünk jégszaunába, és mindent megteszünk a regeneráció irányába. Hogy mit lehet tenni? Hát most holnap edzünk egyet, és meg kell nyerni a másik két meccset. Láthatatlanban mondom, nem láttam még ugye a másik két ellenfelet. Este már ettől bejebb leszek, mert fogjuk látni a videófelvételt. Láthatatlanban mondom, hogy ha úgy játszunk, mint a második fél időben, akkor meg fogjuk nyerni a másik két meccset. A csoport másik mérkőzésén Finnország 3-0-ra verte Azerbajdzsánt, a magyarok szerdán az azeriakkal, pénteken pedig a finnekkel játszanak Kisvárdán.